A becsület Légiúra Egyesület az önkormányzattal kötött megállapodás alapján fejtette ki a tevékenységét Tiszavasváriban. Amiket a tisztelt felperesnyió képviselő felsorolt, hogy áramlopás, meg személyszedés, és ez milyen pozitív, én úgy gondolom, hogy föl lehet venni a kapcsolatot a áramszolgáltatóval, a hulladékszállító közszolgáltatóval, a rendőrséggel. Ehhez nincs szükség Orosz Mihály Zoltán önmagát társadalmi integráció szakértőnek tituláló személynek az aktív közreműködésére, egyik tevékenységhez sem, és még egyszer mondom, ismerve az ő korábbi tevékenységét, teljesen egyértelmű volt, hogy ennek mi lesz a következménye, pontosan ezek az emberi méltóságot sértő videóknak a publikálása a nagy nyilvánosság előtt például, stb., amivel megvalósították az aktivitást. Köszönöm szépen! Az, hogy az önkormányzatnak mennyire kellett tudnia a Becsület Légiója Egyesület nevében fellépő személyek korábbi cselekedeteiről, egyértelműen bizonyított volt. A bíróság meggyőződése szerint a jogállam léte nem merülhet ki abban, hogy létrehoz és fenntart valamilyen jogrendet, hanem e jogrendbe be kell építeni bizonyos alapvető értékeket, alapelveket is, melynek betartására, betartatására törekedni kell, és a jogállamiság támadására irányuló kísérleteket állami, önkormányzati szinten is el kell hárítani. Az EBKTV preambulumából következően a jogalkotói cél a hatékony jogvédelem biztosítása a hátrányos megkülönböztetést elszenvedők számára. Ez az egyebekben autonóm önkormányzatokat is kötelezi arra, hogy aktív segítséget nyújtsanak az esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás előmozdításában, mint másik preambulumban megfogalmazott célkitűzésben, de passzív magatartásukkal se idézzenek elő a fenti hatékony jogvédelmet veszélyeztető sértő magatartást.